Na srácok, már láthatjátok, hogy megjött a legújabb kisz, ami még semmiféle pályaszám nincs, úgyhogy pontosan nem is tudhatjuk, hogy ez hanyas lesz majd. Így aztán tök fölösleges lefilmezni, mert soha nem tudjuk meg, hogy ez vajon melyik volt. Őrült izgalmak, srácok! Dunakeszin megjelent egy emeletes vonat! Na jó, tegyük félre a poént. Itt a kisz, ami már forgalomban van, ez a 7-es. Mögötte láthatjátok még a pályaszám nélkülit is. Itt már van egy pár, ami már pályaszámmal is rendelkezik. Megvárjuk, még kimegy. Srácok, és egy igazi műalkotás érkezik a másik vágányon, 400-as vezérlővel. És át is suhant. Múltkor valaki megszólt, hogy miért szídom őket, azóta rá is jöttem, hogy egyébként ezek gyöngyszemek a magyar vasút élén. Nézzetek, mire betolja, egész estés mozifilm lesz ebből a videóból. De nyilván ugye ennek megvannak a technikai paraméterei, meg a vágánynak a állapotától is függ, gondolom, de nem sietik el, az biztos. Ő egyébként a 8-as.
mindjárt csókolóznak a kisszek. Értitek ezt a jó kis poént? Na, várják őt. Ismét egy műremek érkezik. Ikonikus példánya a Magyar Vasútnak. Az ilyen fazonokat szeretem meghívnám egy sörre. Ha nézi a videót, akkor a Rákos rendezői restibe összefuthatnánk. Tényleg jó fej. Ezt nem ironikusan mondtam.